reggelt mindenkinek. Napfelkeltem Marinán, Dubáj, a 40. emeletről. Hát én nem nagyon merek kiállni ide az elkére. De a látványért érdemes. Nem tudom mennyire hallatszik, egyébként rohadt nagy a háttérzaj. Ugye ott megy, a Marina mögött, ott megy az egyik legnagyobb főútjuk, ami keresztbe szeli az egész várost. 2x7 meg 8 sáv. Úgyhogy annak azért elég rendesen van zaja. És itt mellettünk, meg már építik a következő, hát gyakorlatilag mindenhol, nem tudom mennyire látszik. Ugye hát ezt a nagyot, ezt itt építik mellettünk, és ott még 2-3-at építenek, mert felhőkarcolót, ilyen nem tudom, 50-80 emeleteset, nem tudom mennyi lehet. Akkor megkajálok és megyek a Vidám Parkba. Motion Gate nevezetű Vidám Park, amennyit tudok róla, hogy mozifilmekről alapján készültek, és tele van a Roller Coasterrel. Na hát végre van egy jó hullámvasút, ezen én is kisikítoztam magam, nem tudom mennyire fog innen látszani, össze-vissza forog, mármint hogy maga a kocsinak is forog a teteje. Majd mindjárt valahogy látszik, hát nyilván ez belülről jó. Majd keresek a neten valami jó videót, hogyha ez nem jó. Tehát forog a teteje. Na, hát ez a bullet train, ez eddig a legjobb. Megpróbálom elkapni. Először elindulod a fölfelé, de nem sikerül elsőre. Pedig egy jó nagy gyorsulása van, és úgy néz ki, hogy nem megy föl, nem tudom mennyire látszik ott. És utána visszajön ide, háttal. És utána megy egy teljes megfordulást. Meg aztán persze össze-vissza. Na majd... Szóval... Sziasztok! Motion Gate Vidám Parkba vagyok, és megmutatom nektek, hogy mi az, ami egyébként is majdnem minden tetszik, de ami nagyon érdekes számomra. Bemész egy hullámvasúthoz, és a sorbaállásra akkora helyet elköltenek, hogy gondolom, hogy rohadt nagy sor lesz itt, főleg este, úgyhogy ezt gondoltam megmutatni, ez most csak megyek be. Ekkora várórész. Ezek most így le vannak kerítve, tehát nem kell végigvárni. De gondolom, hogy ez tele van emberrel időnként. Hát nem tudom, ebből mennyi látszik. De végig van. És egyébként tök jól meg vannak csinálva. Tehát ez most a Kung Fu Pandának a nem tudom milyen lesz. És így meg van csinálva ilyen kívainak. A zenét is gondolom lehet hallani. Szóval tök jók a várók. Hát szerencsére nem kell várni. Na. És még mindig. Kibújó, bebújó, odabújó, visszabújó. Na, hát egy perc volt bejönni. Egyszerűen. Minden utazás előtt van egy ilyen tájékoztató. Bejelentek a népeket, és meg kell hallgatni. Mindenre, hogy... Vicces vezető. És minden egyes ride után a kijáratnál egy ilyen kis ajándék volt, kicsi, tök jó ajándék volt van.
mindenféle kínai cuccot meg lehet venni most a Kung Fu Panda után. Meg persze a filmmel kapcsolatos dolgokat. Na ennyi. Hát egy olyan 4-5 óra alatt jártam körbe, 30 féle hullámvasút van, mondjuk, hát leginkább persze gyerekeknek való, de van egy 4-5, ami elég kemény volt még nekem is a nagy gyereknek, úgyhogy azokra visszamegyek még egy kicsit. És nézzétek meg, ilyen óriás belterek vannak, minden nagyon szépen ki van dolgozva. És szerintem majd estére megjön a tömeg. Na, megyek akkor egy kicsit szórakozni. Akkor amíg kimegyek, addig összefoglalom. 5 órát voltam itt, mondom 30. Ez létesítmény, vagy nem tudom micsoda. Szóval, hogy 4-5 valami... Igen, hát ugye ők is oroszul, pedig nem úgy néznek ki. Na mindegy, ezt már kitárgyaltam. Szóval amit akartam mondani, hogy itt Dubájban azért ez nem a belvárosban van, ki van téve ide a világ végére. Szerintem fogták és a sivatagból elkerültettek egy óriás területet, és ilyen szinten berendezték. Nagyon durva. Ez most ugye a mozival kapcsolatos, tehát a Motion Gate Parkban vagyok, de ezt azért mondom, mert egy ilyen 6-8 vidám park az itt simán van. És hát Dubai stílusban, ami azt jelenti, hogy a belépője egy ilyenbe át ilyen 25 és 35 ezer forint között van. És akkor ilyenkor jönnek a klub, mert ez rohadt drága, nyilván nem nagyon lehet megmagyarázni, bár a gyereknek persze minden pénzt megér. Hát én nyilván úgy jöttem be okosan, hogy körbenéztem a neten, hogy mit, hol, hogyan olcsóbban, és természetesen vannak olyan akciók, hogy egyet fizet, kettőt kap, mármint hogy két parkba tudsz bejönni, és hogy 30 ezer, de érdekes módon a bejáratnál rögtön jöttek, hogy vegyek éves bérletet, ami nyilván nekem nem téma, de hogy a 30 ezerhez képest csak ilyen 60-70 ezer egy parkba az éves bérlet, tehát kétszer eljössz és simán megéri, és nyilván aki itt lakik, annak sokkal jobban megéri. Vannak vicces dolgok, tehát itt mindig megvannak a szintek. Valahogy itt vannak világos kékek, sötét képek, még sötét kékebbek. Hát itt is lehet venni ez a Q-Pass-t, vagy mi volt a neve, nem tudom mi, hogy nem kell sorba állnod, nem tudom, egy másik sorba kell állnod, ami sokkal gyorsabb, és így sokkal előbb be tudsz menni. Meg hát tök jól néznek ki ezek a dolgok. Egyébként megvárom úgyis az estét, mert még azzal pont azzal akarok menni ott a zöld háttérbe, ami ott lemegy, ez a forgós. Szóval, hogy be vannak így rendezve, most azt hiszem a Lionsgate, igen, a Lionsgate-nek mindegy, az is egy filmgyártó forgalmazó cég. Gondolom, hogy ezek este nyitva vannak, meg itt mindenféle nagy zsivaj van, mint a tegnapin. Na, úgyhogy még külön sorállás nélküli jegy is, mindenféle érzés, most is voltak többen, hogy valahol kell várni 10-20 percet, akkor végre kiállom a soromat, és jön egy 8-10-15 fős, hát most mindegy, szóval, hogy helyi ember, és ezzel a Q-Pass-szal, és simán ugye elém jönnek, és természetesen nyilván el kell engedni. Úgyhogy, na egyébként tök jó, bár ez gyerekeknek való, ez a park, úgyhogy nem jót választottam. Ezekkel a jegyekkel bármelyikre el lehet menni, és ugye erről olvastam jókat, ezért jöttem ide, de valójában ez egy gyerekpark. Na, hát ezzel fogok menni. Ez is nagyon kemény volt. Hopp, az elszaladt, de majd mindjárt jönnek vissza. Hát ez már nyugisabb rész. Thank you.
You know you want me.